Április 30-án abban a szerencsében részesülhetünk, hogy a belügyminisztériumi pályázattal és önkormányzati támogatással az Árpád utca felújítása megtörténhetett, mintegy összesen közel 23 millió forint értékben, ebből 8 millió forint önrészsel. Az utcakasz nagyon rossz állapotban volt, és indokolt volt már nagyon ennek a felújítása. Én úgy gondolom, hogy az itt élőknek a komfortérzetét fogja ez javítani. Az Árpád utca egy hosszabb utcakasz. Melyik része az, ami most felújításra került? Tulajdonképpen az Arany János utca és a Lődom közötti utcakasz, ami rosszabb állapotban volt, ennek a felújítása kiemelten indokoltá vált, hiszen volt olyan része, amelyik része beszakadt. Másrészt pedig ez az az útszakasz, amely úgymond a Kiskun emlékhelynek egy másik megközelítése is, valamint a Lődomnak is egy közeli útszakasza.